Gratulált Klaus Johannisnak második államfői mandátumához Kelemen Hunor, az RMDS szövetségi elnöke. A politikus elmondta, várható eredmény született, és azon sem lepődött meg, hogy a magyarok nem jelentek meg nagy számban a szavazókörzetekben. Johannis! Johannis! Mindenki arra számított, hogy nagy fölénnyel nyeri meg Klaus Johannis az államfőválasztást, mondta tegnap Kelemen Hunor a második forduló exit poll eredményeinek az ismeretében. Kifejtette, abban bízik, hogy Klaus Johannis következő mandátuma sok változást hoz, és reméli, hogy elsősorban a magyar közösséghez való viszonyulása javul majd. Most már nem szorítja őt az újabb mandátum megszerzésének a logikája. Ezért én azt gondolom, hogy a következő évben többet fordul a jövő fele, többet fordul a polgárok, a közösségek fele, több tiszteletet kapnak az emberek, és a magyar közösség is nagyobb tiszteletet kap a következő 5 esztendőben az államfőtől. Az RMDS szövetségi elnöke hozzátette, a ráadott szavazatok aránya alapján erős a legitimitása az államfőnek, azonban a korábbi romániai elnökválasztásokhoz viszonyítva nem volt olyan nagyon magas a részvétel. Kelemen Hunor elmondta, nem lepte meg, hogy a magyarok nagyon kis számban mentek el szavazni, mert Klaus Johannis nem szólította meg őket. Ha nincs a magyar közösség felé üzenet, ha nincs koherens program, és csak a választási kampány utolsó perceiben kérik a magyarok szavazatait, de máskülönben nem fordulnak a közösség felé, várható, hogy ez lesz a válasz és a reakció, mondta az RMDS szövetségi elnöke. Ugyanakkor megállapította, hogy az 1990 óta szervezett választásokon a magyar közösség még soha nem adott le ilyen kevés szavazatot.